Ma kezdődött az országos képességfelmérő vizsga a 8. osztályt végző diákok számára. A megmérettetésre országszerte 155.820 diák iratkozott be. A diákok szempontjából idén nincsenek változások a képességvizsgán, elindítottak azonban egy kísérleti projektet a dolgozatok új módszerrel történő javításának tesztelésére, jelentette be az oktatási miniszter. A román nyelv és irodalom írásbelivel rajtolt ma reggel a 8. osztályos diákok képességfelmérő vizsgasorozata. Az írásbeli vizsga 9 órakor kezdődött, a tételek kidolgozására pedig két óra állt a tanulók rendelkezésére. A román vizsgán továbbra is hosszú szövegek és sok szövegértési feladat szerepel, ami főleg a magyar diákoknak okoz nagyobb fejtörést. A Marosvásárhelyi Katolikus Iskola 8 osainak osztályfőnöke szerint mindig ez a legnehezebb, de kellő felkészüléssel gond nélkül megoldható. Szerintem a, Szövegértésnél románból, ugye a mai napra, ha gondolunk a szókincsnél, de az a diák, aki olvas rendszeresen, annak nem lesz problémája. A diákoknak matematikából június 16-án kell számot adniuk tudásukról, az anyanyelv és irodalom képességvizsgát pedig június 17-én rendezik meg. A végleges eredményeket június 30-án hozzák nyilvánosságra. Országos szinten 155.828-os diák iratkozott be a képességvizsgára, és verseng a 130.600 nappali tagozatos középiskolai hely egyikéért, közölte Szorinkon Pjánuk tanügyminiszter. Bejelentette a minisztérium által kezdeményezett kísérleti projekt elindítását is, amelynek lényege, hogy a leadott dolgozatokat a vizsgázó jelenlétében beszkennelik és digitális formában küldik el a két javító tanárnak. A Dömbovica megyében végrehajtott kísérleti projekt eddig sikeresnek bizonyult abban az értelemben, hogy az aggodalmak ellenére egy dolgozat beolvasásának és feltöltésének átlagos ideje két perc volt. A legelső dolgozatot 10 óra 15 perc koradták le, és ettől számítva két óra múlva 133 vizsga vizsgaközpontban és 255 osztályban összesen 3400 dolgozatot töltöttek fel. A módszer előnye, hogy a dolgozatokat kiértékelő két személy nem tud egymásról, így a kiértékelés objektívebb lesz. Emellett nem csak tárgyanként, hanem tételenként is lesz kimutatás az eredményekről, vélekedett a tárcavezető. Ha ez a javítási eljárás eredményesnek bizonyul, a módszert az egész országra kiterjesztik.